5 idézőjeles bizonyíték az időutazásra. Igen, teljesen jogosan gondoltad ezt a videót egy hatalmas nagy f***nak, hisz ott vannak egyből az értelmes érvek az időutazás ellen, mint például az időhurok jelenségek. Amikor például az időutazó egy időpontban visszatér egy korábbi időpontra, ami aztán végtelen időciklushoz vezethet, vagy a paradoxonok, mint például a nagypapás paradoxon, amikor valaki visszamegy az időben, majd megakadályozza, hogy a nagyapja találkozhasson a nagyanyjával, és akkor ott van a kérdés, hogy mégis hogyan lenne az időutazó ott, hogyha meg sem született. Ilyeneket most tegyünk félre, nézzünk meg egy-két érdekes időutazó bizonyítékot. Néhányra megpróbálok magyarázatot is adni, amikre mégsem sikerül, próbáljatok meg ti kommentben, vagy gondolkodjatok el rajta. Persze nem szent a véleményem, nyugodtan lehet kommentbe megcáfolni, mivel nem értetek egyet. A videó szimplán az érdekesség kedvéért készül, szóval hát jó borzongást a videóhoz, lesznek itt érdekes dolgok. Érdemes itt maradni. Az időutazó, aki azt állítja, hogy 2050-ből érkezett. Ez a férfi azt állította, hogy megfejtette az időutazást. Fontos letisztázni, hogy a tudósok, a kutatók nagyon sokfajta megközelítéssel próbálkoznak, hogy megértsék az időutazást. De abban mindannyian egyet értenek, hogy nagyon távol vagyunk attól, hogy bármennyi fogalmunk is legyen az egészről. Az elméleti fizika és az általános relativitás elmélet rengeteg érdekes elméletet vett fel, amiről egy külön videót is lehetne csinálni. De térjünk vissza a srácra. A férfi, aki 2006-ban bukkant fel Ukrajnában, és azt állította, hogy ő a múltból származik. Minden ott kezdődött, hogy a rendőrség kapott egy riasztást, bejelentettek egy férfit, aki az utcán, minthogyha ilyet lenne, tanástalannak tűnt, nem tudta, hogy hol van, és teljesen meg volt zakkanva. Természetesen a járókelők megijedtek tőle. Furcsa volt a ruhája is. Azt állította, hogy ő Szergej Panamarenko. Amikor kérték az igazolványát, átadott egy nagyon furcsa kártyát a rendőröknek, aminek mintha nem is lett volna értelme. Egy olyan országból származott a személye, ami már réges-rég nincs rajta a térképen. Az pedig a másik, hogy ránézésre egyértelműen a 20-as éveiben járt a srác, a kártyája pedig kicsit más mondott. A személyén a születési dátuma 1932 volt, és még a kép is megfelelt a mostani énjének. A rendőrség próbált feltenni kizökkentő kérdéseket, hogy szerintem miért is van ez a dátum a kártyáján, de amiket válaszolt, inkább több kérdést hagyott a rendőrökben. Ezután az jött, ami teljesen várható volt, bevitték az elmegyógyintézetbe. Elmesélte a sztorit, hogy szerinte mégis hogyan került ide, állítólag az utcán volt, amikor is meglátott a földön egy fényképezőgépet, viszont közben az égen, mintha egy ilyen furcsa harang jelent volna meg, mintha egy UFO lett volna. Ez azonnal le is kapta ezzel a kamerával, majd az egyik képkocka még ott, a másik már 2006-ban kötött ki. Eleinte nagyon sokan hittek az embernek, hiszen mi másért is járna egy 70-es évekbeli kamerával a férfi, amit most már nem is gyártanak, később szakértőket hívtak, akik megállapították, hogy 1956-ban gyártották a kamerát, később a maradék fényképeket is előhívták, amik a kamerán voltak, a legtöbb Kijevben készült, olyan épületekről, amik már nem is léteztek, autók voltak a képeken, és voltak olyan képek, amin állítólag Szergej volt rajta, viszont olyan épületek előtt, amik például már réges-rég lelettek bontva, új épületek kerültek a helyükre, az egyik képen Szergej a barátnőjével volt, és azon a régi képen ugyanabban a ruhában volt, ami a vallomását tette. Szerinted mégis mi állhat a háttérben? Egy nagyon gondosan kitervelt, alattomos sztori, vagy tényleg valami több? Ha engem kérdeztek, ez a férfi kicsit sem volt egyszerűen nagyon jól játszotta a szerepét, és valószínűleg figyelmet akart felhívni magára. Az is simán benne lehet, hogy volt egy régi kamerája, amivel csinálta ezeket a képeket, és az is lehet, hogy nem is Ukrajnában, ezek már részletkérdései. Ezután jöhet egy kicsit komolytalanabb talán, amit is állítólag egy biztonsági kamera rögzített, hagyom, hogy elsőnek nézzétek meg ti. Láttad ezt a furcsaságot? Ahogyan az egyik autót, mintha csak úgy felszippantották volna. Szerintem ehhez sok magyarázatot nem kell fűznöm, de mégis az interneten rengeteg olyan videó van, ami több millió megtekintést elért, ilyen minőségű szerkesztéssel. Egyértelműen látszódik, hogy igénytelenül is volt kimaszkolva, egyszerűen ez csak egy gagyi szerkesztés. Nagyon fontos, ami buktató alapból ezeknél a videóknál, hogy nem véletlenül álló videók, hisz azokat egyszerűbb szerkeszteni, nem véletlenül azon az oldalon történik ilyesmi, ahol sokkal kevesebb az autó, szóval számtalan buktatója van ennek. De az a kedvencem, hogy az eredeti videóban még meg is kérdezik, hogy láttad ezt? Nem. Elhoztam még egy férfi beszámolását, akit Paul Dinónak hívnak.
Az egyik nap elkezdett naplóbejegyzéseket írni, de erről senkinek sem beszélt. Az egész akkor derült ki, amikor az egyik tanítványát felvette azért, hogy fordítsa le ezt a naplóbejegyzést. Ezeket a bejegyzéseket a srác kiszivárogtatta, és teljesen nem normális dolgokat írt a naplóban. Egy lenyűgöző történetről számolt be. Azt állította, hogy egy kómából kelt fel 1906-ban, és nem is önmaga volt, hanem Andrew Northman nevű férfi, aki egy híres orvos volt akkoriban, és szintén a kómából ébredt fel. Paul természetesen arra gondolt, hogy a testek bizonyára helyet cseréltek, és amikor visszatért, elég érdekes jóslatokat fogalmazott meg a jövővel kapcsolatban. Például, hogy a Föld körülbelül 200 éven belül kolonizálja a Marsot, tehát belakja, aztán jön egy hatalmas természeti katasztrófa, ami több mint 20 millió emberrel végez, stb. És Paul azt is állítja, hogy ezek után eljön a béke, az emberek életminősége óriásit fog nőni. Ezek a bejegyzések valami roppant részletesek voltak, és ami szintén furcsa, hogy Paul azt szerette volna, hogy ezt sose senki ne olvass el, tehát neki állítólag nem volt olyan vágya, hogy ezáltal híres legyen. Bár ha engem kérdeztek, kicsit gyanús ez a sztori, hogy pont megkérte az egyik tanítványát, hogy fordítsa le, és vajon miért kérne ilyet, ha semmi ilyen gondolat nem volt a fejében. Te mit gondolsz? Két okos Ice hasonmása. Most ne nevesd ki, de hallod? Ez úgy néz ki, mint én. De nem, Chad, de nem! Egy per egy úgy néz ki, mint én. A neki is ilyen kicsi, nekem is így be van esve a szemem, ilyen izé a szemöldököm, ilyen pont olyan vékony. Tehát lehet, hogy ennek a, ez a csávó született bennem újra, vagy valami, érted? Azt most ő lelke tapasztalja meg az én testemen keresztül, vagy érted a mai jelen valóságát. Én nem is értem. Hát... ez én vagyok! Valójában ez a kisrác Arthur Rimbaud. Ő egy francia szimbolista költő volt, felfedező, és a legfontosabb az, hogy 1854-ben született, és 1891-ben halt meg. Valóban kétségtelen, hogy egy per egy Ice-ra hasonlít, és ezt most tényleg azért raktam bele a videóba, hisz mostanában rengetegen beszéltek erről, de azért érdemes megnézni Arthurnak több képét is, mármint több szemszögből, ahol azért már annyira nem hasonlít Ice-ra. Mellesleg ez teljesen természetes, a legtöbb embernek világon van még egy hasonmása, csak esetleg nem tud róla, de itt van még néhány felfedezett, néhány mögött valami komolyabb sztori is van, véletlen egybeesés, de ezt szintén nem tartom többnek annál. Egyébként valóban sokan hisznek ezekben a teóriákban, hogy itt volt egy adott ember, aki 1800-1900-ban élt, majd újjászületett egy másik testben, majd egy másik jelent él meg, úgyhogy az előző életéről mit sem tud. Ebben sokan hisznek, sokan nem. Kommentben lehet erről is vitázni. De minden esetre érdekes. De azt nem lehet letagadni, hogy ezen a képen konkrétan Ice fiatalabb énje. De az biztos, hogy van egy közös bennük, hogy mindketten szerettek volna, vagy szeretnének átadni valamit az embereknek. Míg Arthur versek vagy könyvek formájában, Ice videók és streamek formájában. Ja, és ha már itt tartunk, ez a csávó is furcsán hasonlít Ice-ra. Vlagyimir Putyin a múltból. Néhány teória azt állítja, hogy ő maga egy időutazó. Ez a három kép mindent elmagyaráz. Mind a három kép különböző évtizedekből származik, sőt az egyik különböző évszázadból. Ha megnézitek, kísértetiesen hasonlít mind a három ember. Az első kép 1921-ből, még az utolsó 2015-ből származik, amit bárhogy nézünk 94-95 év, szóval ez lehetetlen, hogy ugyanaz az ember legyen. Sok olyan teória is van, hogy Putyin feltalált valami csodaszert, ami lelassítja a természetes öregedési folyamatokat, de persze ezek csak ilyen pletykák, és a legvalószínűbb magyarázat, hogy itt is csak annyiról van szó, hogy találtak három embert, aki kísértetiesen hasonlít egymásra. De ha máshogy gondolod, írd le kommentbe. Ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, írd egy kommentet, hogy mi a véleményed az időutazásról, nézd meg ezeket a videókat is, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!